Ez itt a Sláger TV híradó, a magyar Sláger TV hírműsor. A szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger TV híradóval mindig képben lehet, mi történik a hazai zenészvilág berkeiben. A legfrissebb zenei híreket nálunk hallhatja először, belesett velünk a kulisszák mögé, és mindent első kézből tudhat meg, hiszen az ujjunkat mi mindig a zenei élet ütőerén tartjuk. A nyári szünet utáni első műsorunkban egy különleges koncert részesei lehetnek, hiszen egész végig a Kovalszky meg a Vega nyár közepi Budapest élő fellépése lesz a fókuszban, miközben a zenekar tagjaival beszélgetünk, és bepillantunk a kulisszák mögé is. Tartsanak velünk! A Kovalszky meg a Vega zenekar története 2003-ban indult, és az elmúlt több mint két évtizedben nagylemezeik többszörös platina lemez minősítést értek el, miközben megszámlálhatatlan sikeres dal köthető nevükhöz. A hazai fesztiválok állandó fellépői, de találkozhatunk velük kis klubokban, ahogy az ország legnagyobb koncerthelyszínein is. Legutóbbi fővárosi fellépésükön a Sláger híradó stábja is ott volt, és a csapat három tagjával, a frontember Kovával, a dobos Soderrel és a basszusgitáros Jimmyvel még a színpadra lépésük előtt az öltözőben beszélgettünk. Többek között arra kerestük a választ a fiúktól, hogy meg lehet-e szokni a sikert? Mi alapján döntik el a koncertek dallistáját, illetve van-e számukra különbség a kisebb és nagyobb fellépések között? Kezdődik tehát a mai Sláger TV híradó, amelyhez mindenkinek kitűnő szórakozást kívánok! Ez egy olyan buli nekünk, ami szinte teltház, hogy már idén volt három arénánk. Három vidéki aréna, és nem azt mondtam, hogy izgultunk, de tudod, azért rengeteg embernek bemutattuk már ezt a műsort, és nagyon jó eső érzés volt, hogy Pesten most erre a bulira ilyen sokan jegyet vettek. Ha meg már megszokná az ember, akkor lenne szerintem baj. Úgyhogy addig jó, amíg én például hajnali fél négykor keltem ma. Ilyenkor én már nem. Amúgy csak egy nagyon jó alvó, ha még ilyen nagyobb buli van, akkor meg abszolút módon nem. Ezt a helyzetet nem lehet megszokni, legalábbis én most a saját tapasztalataimból tudok beszélni. Ha hiszed, hanem ez folyamatosan újra és újra ajándéknak éli meg az ember. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ettől rettek, hogy esetleg másképp lesz, de hogy nem természetes, hogy ez van, tehát nem úgy tekint erre az ember, hogy ez jár, és ez most már egyszer el lett érve, és akkor ez innentől kezdve ez mindig van. Nem, mindig ott vannak a kérdőjelek, hogy vajon mit ad a sors, és vajon mi lesz most, milyen ajándéka lesz a következő találkozásnak, vajon mivel fogunk szembesülni. Ez mindig benne van az emberben, akkor is, hogyha a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyébként meg nem feltétlenül kellene, lehet ezen gondolkodni. De mivel az ember ezt nem tartja természetesnek, magától értetődőnek, ezért ha hiszed, hanem minden egyes alkalommal újra és újra rácsodálkozunk, hogy elképesztő, ami történik. Folyamatosan vannak próbák, természetes az is, hogy a nyári időszakban nem olyan jellemző. Egy-egy olyan dalt vagy dalokat veszünk elő, aminek a finomítása,
zenei bététele, hiszen újra és újra felfedeznek menet közben is a srácok a színpadon olyan izgalmas ötleteket, vagy lehetőségeket, amelyeket aztán meg is beszélik egymás közt. És hogyha erre vevő mindenki, akkor összejövünk a próbateremben, és finomítunk. Nyilván nem biztos, hogy ez a közönségnek annyira feltűnik egyébként, ezek a módosítások, meg zenei megoldások, ezek egészen finom kis igazítások, de hogy mennyire tudnak ennek örülni a srácok, azt el nem hinnéd. Tehát, hogy ők ezt mennyire élvezik. Mármint, hogy itt most a hangszeresekről beszélek. Én magam is. Azzal együtt, hogyha egy kicsit túlzásba esnénk már, és már valami zavaróvá válna, tudod, az a módosítás, akkor természetesen mindig el tudja fogadni az, aki éppen felvetette, hogy ez most nem így alakul. De csak ilyen jellegű próbákkal operálunk egyébként a nyár folyamán, tehát ez egy-két dalról szól, vagy most is lesz egy medli, és akkor a medlit egy picit összegyúrni. És egyébként főleg a nyári turné után rendszeresen próbálunk, már csak azért is, mert folyamatosan vannak ugye olyan új dalötletek, amelyek nem feltétlenül jutnak ki a közönség elé, de sokat dolgozunk, mert nyilván nem olyan rengeteget, tehát hány dal esetett ki, ilyen 5 dal, amit egyébként próbáltunk rendszeresen, és végül oda jutottunk, hogy na, nem feltétlenül. Na, mindig azt nézzük, tudod, hogy azért ennyi 20 év alatt már összeállt azért szinte csak ismert premier dalok, tehát mondjuk úgy idézőben slágerekkel van tele a program, melyiket áldoznád föl ezért a dalért? És hogyha ez nem annyira, akkor nekünk, magunknak nem annyira, akkor nem, akkor félretesszük. Lehet, hogy lesz még majd később belőle valami, de adott helyzetben éppen nem. Hogy ami bánt az iszemre csiszöld, amit látsz, amit érdel, azt érts meg jó. Tudtad érzed az éveid száma, a ruhát cipőd, autogár, hogy a Twitterem, Facebookon mennyi az arc, aki bejelölt vagy annál, hogy mire tart. Mindent meg lehet szokni, de attól függetlenül minden egyes ilyen nagyobb buli, meg kisebb is öröm. Tehát hálával kell megélni, különben nem ér semmit. Mert különben hátradőlsz, jaj, de jó, nekem mindenhol sokan vannak. Nem foglalkozol vele, és akkor egyszer csak elmúlik. Egy ilyen kiemelt buli, ez mindig másabb. Hosszabb is a műsor, többet is próbálunk rá. Ilyen szinte minden koncertnek másnak kell lenni. Nem várom még, nem kell, hogy járj. Klózén a kezdve megfeszül, nem kell. A vízből hogy csinálj, mit mondjak még. Ennyi és kész. Fratva, a nagy dolgokkal kicsiben, ha velem van, sokkal többen ér. Adrenalin van az intro alatt, ott az nagyon robban. Itt nem izgulok, hanem inkább van egy ilyen alapfeszültség, hogy minden rendben legyen, de mindig túl misztifikálom én ezt a történetet. Tehát, hogy nem kellene egyáltalán, mert olyan szuper stábbal dolgozunk, hogy tényleg mire ide jöttünk, minden rendben volt. Szerintem ők jobban is tudják, hogy mi fog itt történni, mint mi. Úgyhogy lazábban kellene. De a tömeg az pedig, akik eljöttek, az pedig nyilván az adrenalin miatt nem ezzel foglalkozik az ember. Tehát tényleg foglalkozunk a közönséggel, de nem álljunk el attól, hogy mennyien vannak. Ez utána számomra egy másnap rendeződik az agyamba. És ha ezt most vissza tudom majd nézni, akkor nyilván ez meg egy szuper élmény lesz. A nehéz éveket köszönöm, hogy ennyi csak. Jól tudod, mindig van, akiknek sokkal több akar, mint az, mit nem szeretsz, a szíved egy zsebb hely. Nagyon várom a koncert elejét, várjuk, iszonyatosan. És tudod, benne van napokkal ezelőtt, hogy jó sikerüljön, minden az legyen, amit akarunk, és tényleg úgy menjen el a közönségünk, hogy feltöltődve. Utána a végét, azt megmondom őszintén, annyira gyorsan megérkezik, hogy kicsit talán van egy ilyen üresség. Tudod, mindig, mikor ilyen nagyobb buli van, akkor már ugye hónapokkal előre készülünk rá, milyen látvány, stb. És utána a végé után van egy ilyen üres dolog. Annyiban vagyunk szerencsések, hogy nekünk az utóbbi 5-6 évben mindig volt másnap is koncert, így lesz ez most is, úgyhogy innen megyünk majd Erdélybe, úgyhogy szombat-vasárnap is koncertünk, tehát van egy ilyen levezető fázis. Annál rosszabb nincs, mikor nagy koncerted van, például, hogyha egy arénát csinálunk, és másnap így van egy ilyen üres érzés, hogy akkor jó, tudod, és az nem annyira király. Nem várom még, nem kell, hogy jár, egy dolgizén a kereszte megfeszül, nem kell, a vízből volt csinálni, gondjak még, ennyi és kész, transform, a nagy dolgokkal kicsiben.
Nincs olyan, hogy egyszerű városnap. Tehát ilyen nem létezik. Sőt, egyszerű falunap sincs. A legkisebb faluba is, hogyha egy olyan helyszínre hívnak meg bennünket, abban nekünk, amikor mi színpadra állunk, természetesen nem tudjuk prezentálni ugyanazokat a frekvenciákat, ugyanazokat az energiákat. Most itt kifejezetten csak a showról beszélek, tehát a színpadi showról, de hát ez természetes, az adott körülmények között ugye nincs meg a lehetőségünk. Egy, mit tudom én, egy olyan színpadot felépíteni, mint mit tudom, akár itt, de legfőképpen inkább az évnyitó aréna koncerteken. De attól az még ugyanolyan találkozás, és ezt tudom, hogy most ilyen közhelyesen hangzik, meg hogy úgyis ezt kell mondani a csávónak, mert nyilván ezt akarja hallani a közönség, de ha hiszitek, ha nem, nem úgy megy föl a zenekar soha. Nincs semmi más az előtte lévő megbeszéléseinkben sem, amikor egy kicsit felspannoljuk egymást, tehát van egy ilyen közös szeánszunk, hogyha mondhatjuk azt koncert előtt, az minden egyes koncert előtt ugyanaz. Attól még nem lesz kiemeltebb a mi szívünkben, hogy mit tudom, ez arénában játszunk. Nagyobb az izgalom, nagyobb a feszültség is ezáltal. De az, hogy a közönséggel találkozunk, az teljesen mindegy, hogy az aréna, vagy éppen Orosháza, vagy hol jártunk, még egy Szikszó például, ahol nemrég jártunk. Tényleg nincs különbség, amikor a színpadra már fölmegyünk. Nem kell, hogy jár, sokkal többet.